A december 19-én megváltozott élelmiszerkönyv fontos változásokat vezetett be a sütőipari termékek körében. Ennek türelmi ideje ma, június 22-én járt le. A módosítás azoknak a termékeknek definiálja az összetételét, amelyek eddig nem szerepeltek a magyar élelmiszerkönyvben. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke szerint minőségi változást eredményez a módosítás a sütőipari termékek gyártásában és forgalmazásában egyaránt. Az alapvető kenyérfajták, a félbarna kenyér, a fehér kenyér, a búza kenyérnek az összetételére vonatkozóan nincs változás, viszont azon termékek, amik speciálisak, és az utóbbi időkben jelentek meg, gondolok itt a graham kenyérre, a teljes kérdésű kenyérre, a kukoricás kenyérre, a dos kenyérre, tehát itt egy nagyon jelentős előírás változások következett be. Legjelentősebb változás az, hogy a rozsos kenyerek esetében például az eddigi 15%-os rozstartalom helyett minimum 30% rozslisztet kell tartalmazniuk a termékeknek. A rozs kenyérben pedig az eddigi 40%-ról 60%-ra emelkedik ez az arány. Az élelmiszerkönyv azt is szabályozza, hogy ezentúl nem forgalmazhatnak például 60, 70 vagy 90 dekás kenyeret. Ezentúl 4 kg-onként kell majd méretezni azokat. További változás, hogy megszűnik a házi kenyér vagy házi kenyér jellegű megnevezés is. A vásárlóknak ezentúl lehetőségük lesz a termékek összetételéről is részletes tájékoztatást kapni. A megvásárolt terméknek az összetétele vonatkozóan a kereskedőtől, a forgalmazótól információt kérjen. Kérje el a gyártmánylapját a terméknek, és keresse azt a terméket, ami a legjobb ízű, legjobb minőségi. Valóban benne van a rozs, valóban benne van a graham termék, és nyilván ő nem érzékeli a vevő, de azt hiszem, hogy ha összehasonlítja egy másikkal, azon gyártóval, aki betartja a szabályt, betartja a törvényt, akkor lehetősége lesz arra, hogy legjobb minőségi terméket válassza. Nagyon fontos a vevő tájékoztatása. Egy 2010-es felmérés szerint egy fő évente átlagosan 43,3 kg kenyeret fogyaszt hazánkban. Ez az egyik alapvető és legfontosabb élelmiszer, ezért sem mindegy, milyen minőségű sütőipari termékeket árulnak a pékségekben vagy az áruházakban.